Ez a másik probléma pedig Észak-Korea természetesen. Még egyszer, már sokszor szó volt Észak-Koreáról itt, még egyszer elmondom, aki komolyan veszi, hogy Észak-Korea egy létező ország olyan értelemben, ahogyan azt a hírekben látjuk, az nem ismeri azt, hogy a világ működik. Észak-Korea egy fikció, Észak-Korea egy produkció. Olyan értelemben természetesen létezik az ország, léteznek azok az emberek, azonban minden, amit a hírekben látunk, az a fantázia szüleménye. Minden, amit a hírekben látunk, az úgy van összeállítva, hogy pontosan szolgálja azokat a célokat, amelyeket azok, akik a világot uralják és irányítják, el akarnak érni. Ez az, ami történik jelenleg a világon. Észak-Korea nem más, mint egy propaganda produkció, ugyanúgy, ahogyan a videók a második világháborúról, Stalinról, vagy a Gulagról, vagy Auschwitzről, vagy az összes többi, mind-mind része a propagandának, ugyanígy van ez Észak-Koreával. Azok az emberek, akik ezt a világot irányítják, pontosan tudják, hogyan kell manipulálni a tömegek nagy részét, és ez az, amit látunk. Számomra egy rejtély, hogy hogyan lehet ezt komolyan venni, hogy ez a valóság, de tudom, hogy nagyon sok ember számára ez az, úgyhogy mégis még egyszer elmondom, ez nem más, mint propaganda, félelemkeltés, illetve annak a elősegítése, ami következik a világban. Lehetővé teszi azt, hogy az országok fegyverkezzenek, hogy felsorakoztassák a haderőket a Távol-Keleten, Kínában, Japánban, Észak-Koreában feszültséget keltsenek, illetve az egész világon megindokolják azt, ami szép lassan következik. Az, hogy egy 6,3 erősségű földrengést észleltek az Amerikai Egyesült Államok, ez ugye a Geological Survey, ami a geológiai megfigyelő állomásnak felel meg, ez vagy igaz, vagy nem, igazából mi sohasem fogjuk megtudni. A lényeg az, hogy állítólag Észak-Korea felrobbantott egy hidrogénbombát, és ennek a következménye volt ez a földrengés. Az, ahogy szépen lassan épül fel a feszültség ezek közt az országok között és világszerte, több különböző problematikus pontok, illetve helyek mentén és segítségével, ez egyértelmű, hogy ez az egész egy jól megírt koreográfiának az eredménye. Ugye Trump arról beszélt, hogy ez ugye tűz és harag, Fire and Fury, ez az, amivel Észak-Koreának szembe kell néznie majd, hogyha tovább folytatja a tevékenységét. Ezután azt mondta, hogy Észak-Korea háborúért könyörög szinte a viselkedésével. Ha valaki visszaemlékszik arra, hogy 2 évvel ezelőtt, vagy 1 évvel ezelőtt azt mondták, hogy még 3 vagy 5 év, mire Észak-Korea egy ballisztikus rakétát összeállít, most már ahhoz képest, mit tudom én, hány hidrogén bombája, meg atombombája van, ez azért van, mert az emberek nem figyelnek. Akik irányítják ezt a folyamatot, és uralják ezt a világot, pontosan tudják, hogy az emberek nem értik azt, ami történik körülöttük. Ők tudják azt, hogy nem csak, hogy nem értik, hanem nem is érdekli őket a legtöbb esetben. Az emberek annyit szeretnének, hogy legyen egy rövid mondat, mint egy főcím, legyen amellett egy kép, és aztán erről tudjanak beszélni 3 órát a munkahelyen, hogy Észak-Korea így, Észak-Korea úgy, hurikán ez, hurikán az, meg közben győzik-e. De igazán, hogy kivizsgálják azt, hogy mi a valóság ezek mögött, hogy miért történnek ezek a dolgok. Valaki elhiszi, hogy egy akkora ország, mint Észak-Korea, magán az egész világgal szembe akar szállni? Hogy kinek pattan ki a fejéből ez a gondolat, hogy egyáltalán ez reális, hogy az az ország egymaga előállít egy atombombát, és ez, meg az egész történet, ami ott van, hogy ezt egymaguk ők ott összehozzák. Valakinek támogatnia kell, így vagy úgy valaki támogatja. Azt mondják, hogy Irán az, aki támogatja. Mikor a Council on Foreign Relations azt állítja, hogy Észak-Korea és Irán nukleáris programban együttműködik, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ez az egész csak propaganda, hiszen a CFR-nak ez a feladata, hogy kitalálja a koreográfiát és azt összehangolja az egész világban. Ezek az országok nem külön állva vagy kisebb csoportokban dolgoznak, az összes ország együtt dolgozik annak érdekében, hogy elérje azt, ami következik.
Irán, Észak-Korea, az USA, az Európai Unió, őket abszolút nem érdekli, hogy mi történik az emberekkel, vagy mit gondolnak. Tudják, hogy már nem tudunk semmit csinálni. Teljesen mindegy, hogy ki mit mond, vagy mit akar változtatni ezen az egész világon. Ezen már nem lehet változtatni. Akkor sem, ha mindenki az utcára vonul, és a mellét veri együttesen. Le vannak fedezve minden oldalról. WikiLeaks egy hoax, Black Lives Matter egy hoax, Anonymous egy hoax, Julian Assange egy hoax, ugyanúgy, ahogy Stephen Hawking, vagy Bill Gates, vagy az Apple, meg Steve Jobs. Az összes ezek közül része a programnak, a propagandának. Mindenki eljátsza a saját szerepét. Az, hogy ki mit tud az egészről, az teljesen mindegy. Mindenkinek megvan a szerepe, ezt tölti be, és ez a funkciója, és azt a funkciót hajtja végre. A The Diplomat arról számol be, hogy Észak-Korea és Irán rakétaprogramban is együtt dolgozik. Ugyanúgy kialakítják a rosszat, mint hogy kialakították a második világháborúban, úgyhogy ma mindenki meséli, hogy a rossz Hitler. Ugyanúgy kialakították a rossz Sztálint, vagy Maót, vagy az összes többit. Az embereknek ez kell, egy jó, meg egy rossz, mint ahogy a filmekben látták, hogy valakinek szurkoljanak, félni kelljen valakitől, és akkor így egyszerű őket utána manipulálni. Ugyanaz a képeket elmutogatják ezekről a nagy rakétákról, meg a jól lakott napközisről, ahogy rohangál fel alá abba a kosztümbe, amiben úgy néz ki, mint egy idióta. Meg sem változtatták a stratégiát, de még a jelmezeket sem. Hitler ugyanúgy az egyetlen volt, aki másfajta egyenruhát vagy ruházatot viselt, mint a többi, mint ahogyan ez a bolond az. És fel sem tűnik senkinek, hogy ez az idióta egy színész, ugyanúgy, hogy ez az összes többi. Ugyanúgy, ahogy megrendezik az összes európai terrorcselekményt, ugyanúgy megrendezik ezt a dolgot. És miért olyan nagy dolog ennyi színészt kiválogatni és eljátszani ezt a szerepet? Közben Putyin arra figyelmeztet, hogy ez, ami Észak-Koreában zajlik, az egy egész bolygóra kiterjedő katasztrófára figyelmeztet, illetve azzal fenyeget. Ennek ellenére a dél-koreai hadsereg teljes erőbevetéssel gyakorlatozik az észak-koreai határon. És csodálkoznak, hogy az ezt csinálja. És közben megmagyarázzák azzal, hogy Észak-Korea a rossz. És az emberek ezt beveszik, és nem látják, hogy ez egész egy hazugság. Fox News arról számol be, hogy Kim Jong-un és Észak-Korea a háború peremére taszítja az egész világot. Észak-Korea a világtörténelem talán legnagyobb hoaxa a Föld alakja után és az űr után. Észak-Korea egy propagandafilm, ami az álomvilág része. És az emberek nem veszik észre, amikor Dennis Rodman elmegy Észak-Koreába, hogy karaokét énekeljen Kim Jong-unnal, és az emberek nem értik, hogy rajtuk röhögnek azok, akik ezt a világot irányítják és uralják. Elmondom még egyszer azok számára, akik esetleg nem tudják, hogy ez a valóság. Dennis Rodman, az amerikai kosaras elment Észak-Koreába, hogy karaokét énekeljen Kim Jong-unnal, és arról beszél, hogy ő meg tudja változtatni Kim Jong-un hozzáállását. És az emberiség nem érti, hogy egy vicc, amiben élnek, hogy az életük az nem más, mint egy hatalmas vicc. Legalábbis azok szemszögéből, akik hamarosan el fogják pusztítani annak nagy részét. Fényképek, videók, meg nyilatkozatok nem bizonyíték arra, hogy az a valóság. Különösen akkor nem, hogyha az a médiából érkezik felénk. Ennek ellenére az emberiség nagy része még mindig ezek alapján fogalmazza meg a gondolatait, és ezek alapján hozza meg a döntéseit, és így formálja a véleményét a valóságról. Ez a propaganda. Propagandának hívják azt, amikor a társadalom véleményét manipulálják, illetve befolyásolják különböző eszközökkel annak érdekében, hogy egy bizonyos hatást elérjenek. Észak-Korea egy ilyen hoax, egy produkció. Észak-Korea ugyanúgy részt vesz a nem létező műhold programokban, Észak-Korea ugyanúgy részt vesz ezekben a hoaxokban, mint Irán, vagy Kína, vagy Oroszország, vagy Japán, vagy az Amerikai Egyesült Államok. Együtt dolgoznak az országok, hogy vezessék a nyájat abba az irányba, amerre akarják. Számtalanszor szó volt már erről is, hogy a világvezetői együtt dolgoznak, erre egy újabb bizonyíték az, hogy Kína az Egyesült Nemzeteket arra szólítja fel, hogy avatkozzon be az észak-koreai válságba, és valamit csináljon annak érdekében,
hogy ezt az országot szabályozni lehessen. Mindez a legutóbbi nukleáris teszt után történt, és erről számolnak be Oroszországban, de ez egyébként a New York Post. Trump mindeközben, az a Trump, ugye az a hatalmas antiglobalista, aki megtévesztette az egész világot, ugyanúgy, hogy az összes többi egyébként engedélyt kér az Egyesült Nemzetektől, hogy elfogja azokat az észak-koreai hajókat, melyeket gyanúsnak talál azokon a vizeken a koreai szigetek körül, félsziget körül, és ez az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsától jövő engedély lehetővé tenni az amerikai Egyesült Államok haditengerészetének és a légierőnek, hogy minden lehetséges módon fenntartsa a rendet ezeken a vizeken. Megtiltanák és megakadályoznák a nyers olaj, a petróleum és a természetes gáz bevitelét Észak-Koreába, ami az ott élő 25 millió ember számára tragikus következményekkel járna, ugyanis a tél közeleg. A Reuters ugyanerről számol be, hogy Nikki Haley, az Egyesült Államok, Egyesült Nemzetek nagykövete, azt kéri, ugye erről az olaj embargóról tárgyalnak, illetve szeretné, hogyha mindenféle textilanyagot és azoknak a ki- és bevitelét az országból megtiltaná az Egyesült Nemzetek. Azt is szeretnék, hogyha az észak-koreai dolgozóknak a munka lehetőségét, a külföldi munka lehetőségét megakadályoznák azok az országok, ahol ez még lehetséges. És ahogy azt hallhattátok, amikor kell, és a fontos kérdésekben a vezetők egyetértenek, hiszen ez a tervük. Mindenki játssza a saját szerepét, Kim Jong-un, ugyanúgy, ahogy Trump vagy Putyin. A világ vezetői egyesülnek és elítélik Észak-Koreát, ugye az nukleáris kísérletek miatt. A két legnagyobb bohóc Európából, Angela Merkel és Emmanuel Macron, szintén egyetértett abban, hogy Észak-Korea ellen az Európai Uniónak is szankciókkal kellene élnie. De nem különben a kínai elnök Xi Jinping és az orosz miniszterelnök Vladimir Putyin, illetve köztársasági elnök, ha jól értem. Az Egyesült Királyság külügyminisztere, ugye egy hatalmas bohóc, Boris Johnson, a volt londoni polgármester, szintén elítélte Észak-Korea legutóbbi nukleáris tesztjeit, és azt mondta, hogy ez egy új fenyegetési frontot nyitott meg, egy New Order of Threat. Trump azt mondta, hogy az egy szomorú nap lenne Észak-Koreának, hogyha az Amerikai Egyesült Államok katonai akciót kezdeményez, gyakorlatilag tovább fenyegeti az országot, és eközben Dél-Korea befejezte a THAAD rakétarendszer telepítését az északi az összes határaira, tulajdonképpen különösen az északi határára, annak érdekében, hogy el tudja hárítani a rakéta fenyegetéseket, melyek Észak-Koreából érkeznek, nyilván Észak-Korea emiatt pedig fenyegetve érzi magát. Ez az a módszer, ahogyan felépítik szépen lassan és hozzászoktatják a tömegeket a háború gondolatához, és elfogadtatják velük azt, ami következik. Így működik a propaganda, és mindig is így működött. Eközben a pápa arra kéri a koreai vallási vezetőket, hogy dolgozzanak együtt a béke érdekében. És az emberek még mindig nem értik azt, hogy mi az, ami a háttérben történik, és mi az az erő, ami irányítja ezt az egész folyamatot. Ez az az erő, mely irányítja az Európai Unió színészeit, az amerikait, az afrikait, az összes többit. Már a világon elhatalmasodott ez a sötét erő, ami nem más, mint maga az ellenség, és úgy alakulnak a dolgok pontosan, ahogy az 2000 éve meg van írva. Aki ezt nem látja, az soha nem fogja megérteni a valóságot, és igazán soha nem fog tudni semmit annak érdekében tenni, hogy változtasson ezen, hogy segítsen a többi embernek, de legfőképpen saját magának. Ez az erő mindig is uralta a világ vezetőit, ezért alakult így a történelem, ahogy alakult. Mára sajnos bekövetkezett az, amit 2000 évvel ezelőtt János apostol a Jelenések könyvében leírt. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék és őket legyőzze, és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életek könyvébe, amely a bárány, aki megöletette világ alapítása óta. Ez az a hatalom, amelyet mindenki imád, aki nem
a keskeny úton halad a szűk kapu felé. Teljesen mindegy, hogy ő minek vallja magát buddhistának, ateistának, felvilágosultnak, spirituálisnak, vagy egy szarvúnak. A lényeg az, hogy két út van, az egyik széles, a másik keskeny. Ha azt mondja, hogy minden nemzetségen, nyelven és népen, azt azért írja, mert úgy érti, hogy minden nemzetségen, nyelven és népen. Ha azt írja, hogy imádják őt a Földnek minden lakosai, akkor az azt jelenti, hogy minden lakosai egyszer az életében eltért erről az útról. A legtöbb ember soha nem fog visszatérni a rendes útra, de ez nem is a lényeg. A lényeg az, hogy az, aki érti, akinek megvan hozzá a füle, hogy hallja, és a szeme, hogy lássa, az próbálja meg változtatni a saját életén addig, amíg lehet. Ugyanis ez az idő rohamosan fogy. Hogyha körülnézünk a világban, akkor láthatjuk. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!